Ma van a faji diszkrimináció elleni világnap. Romániában a nyugati államokhoz hasonlóan továbbra is problémát jelent a kirekesztés. Nagyszámú roma közösség él a harmóniát és befogadást hirdető molinók mögött Marosvásárhely szélén. Valójában viszont éppen az elzárásnak és kirekesztésnek az eszközévé vált, ezt ők is sérelmezik. Azt mondják, az oktatásban, egészségügyben, illetve a munkahelyszerzésben érik őket folyamatosan negatív megkülönböztetések. Nincs semmi sánszak, hogy kapjanak munkahelyet a romák. Azért, mert mindenhol le vagyunk nézve, amelyik rendes ember is, mert közöttünk is vannak nagyon sokak, amelyikek nem rendes emberek. De bizony van, amelyiknek családja van, gyereke van, és kéne munkahelyen dolgozzanak, és nem kapnak munkát azért, mert ez roma, és én nem veszem fel. Az előítéletek is a kirekesztés formái, mondja Szmárándá Énáké, a Pro Európa Liga társelnöke, emberjogi aktivista. Szerinte a diszkrimináció elleni harcot egyéni szinten kell kezdeni. A gyűlölet diskurzusoknak ellent kell mondani és tenni, és a civil társadalom, meg minden rendes ember legalább ezen a napon végig kéne gondolja, hogy ő személy szerint diszkriminál másokat, hogy ő személy szerint diszkriminált, és próbáljunk ezen változtatni. Azok számára, akik nem hajlandók változtatni előítéleteiken, ajánlatos kilátogatni a Divers Egyesület által támogatott óvodákba, mondja Korek Mária. Maros megyében két településen ért el rövid időn belül sikereket a felzárkóztatási programjuk. Olyan gyerekeket vonzottunk be, akik nem voltak óvodában, és egy év alatt óriási lépéseket tettünk. Ők azok, akik majd megállják a helyüket az iskolában is, különösebb segítség nélkül is, bár a saját családjuk nem tudja, vagy nem akarja őket a tanulás terén segíteni. Az Európai Unió alapjogi ügynökségének tavaly novemberben közzétett felmérése szerint a romák 41%-a vallotta azt, hogy az elmúlt 5 évben etnikai diszkrimináció érte őt az oktatás, a munkahelykeresés vagy a lakhatás kapcsán.